A Rojtok és Bojtok a Ruházaton című videó viszonylag nagy érdeklődésre tett szert azok videók közül, melyek az írást taglalják, és úgy gondolom, hogy egy komment, illetve egy e-mail, amit ezzel kapcsolatban én kaptam, az nagyszerű alkalmat és lehetőséget ad arra, hogy egy általános vélekedést és hozzáállást a Torához és az instrukciókhoz megvitassunk. Annak érdekében, hogy mindenki közelebb kerülhessen ahhoz az úthoz, amelyet járni szeretnénk. És ha már annyit elemezzük az írást, akkor elemezzük ezt a levelet is hasonlóképpen, mint ahogyan az írást szoktuk. Így kezdődik. Ez a Rojtok és Bojtok a ruhán már a hülyeség teteje. Szóval arról van szó, hogy a Rojtok és Bojtok a ruházaton, ez egy ostobaság vagy balgaság, ugye az e-mail írója szerint. 4 Mózes Bamidbar 15.37, 41 így szól. És szól a Jahua Mosénak mondván. Ugye ez maga Jahua, akit mindenki tisztel. Szólj az Izrael fiainak, és mondjad nékik, hogy készítsenek maguknak bojtokat az ő ruháik szegleteire, az ő nemzetségeik szerint, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinort. Ez a Rojtok és Bojtok a ruhán a hülyeség teteje. És szól a Jahua Mosénak mondván, készítsenek maguknak bojtokat, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinort. A ruháik szegleteire. Szóval, mikor valaki a törvényről beszél, érdemes a szem előtt tartania, hogy ez mind-mind az atya szava, melyet a Malákia Huán keresztül, ugye az ő angyalán keresztül közvetített az ő népének, hogy azok elterjesszék a világon. Ezeket ő fontosnak tartja, ezeket azért adta nekünk, hogy közelebb tudjunk kerülni hozzá. Mikor valaki véleményt nyilvánít ezekről a dolgokról, mindenképpen próbálja meg ezt figyelembe venni, és elkerülni azt, hogy a saját érzelmei, az ő gyülekezete, egyháza, felekezete, papjai, pásztorai, stb. Mit mondanak, esetleg ő mit tanult egész életén át. Azoknak nincsen semmi jelentősége. Sőt, azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy annak, amit Saul írt, annak sincsen semmi jelentősége. Saul levelei nem más, mint kommentár az írásokon. Az írások pedig nem más, mint a törvény, a proféták és a zsoltárok az, amit mi ma Ószövetségnek hívunk. Minden más annak a bizonyságtétele. Ami ezzel egyezik, halleluja, ami nem, az pedig ki kell dobni és meg kell szabadulnunk tőle. Ugye arról beszél, hogy ez a hülyeség teteje, ez a törvény. A gonosznak pedig ezt mondja Elohim, miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendeléseimet. Ez Tehelim, Zsoltárok 50-16-17. Úgyhogy, amikor valaki a törvényről beszél, főleg ilyen hangnemben, akkor ezeket a dolgokat érdemes neki figyelembe venni, és észben tartani, hogy ez mind Jahua az atya szava, melyet szeretett volna, hogyha mi tudjuk, és nem csak, hogy tudjuk, hanem azt meg is cselekesszük, és még ráadásul mindezt szeretjük is csinálni. Ez az, amit ő akar. Mindenki, aki másképp gondolkodik, vagy másképp beszél, abban nincsen meg az a Ruach HaKodes, mely vezet mindannyiunkat, aki szeretne közelebb kerülni az úthoz. Aki így beszél a törvényről, annak ezeket a dolgokat figyelembe kell vennie. És később majd ezzel el kell számolni. Ez remélhetőleg ismerős már mindenki számára. Tehelém 49-es, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én hatalmasságom, a te törvényed a keblem közepette van. Az ő akarata, hogy az ő törvénye a keblünk közepette legyen, azaz a szívünkben, ez az, amit nekünk kedvelnünk kell, hogy azt csináljuk, amit ő akar, hogy mi csináljuk. Az, aki így vélekedik erről, az nagyon rossz úton jár.
Zsoltárok Tehelim 119, 140, 144 így szól. Feletté tiszta te beszéded. Az ő parancsolatai és az instrukciója, Tora, az egy tiszta ige. A te szolgád szereti azt. Ez a mi feladatunk. Kicsiny vagyok és megvetett, a te határozataidról el nem feledkezem. Nem, hogy azokat megpróbálom másokat lebeszélni arról, vagy megvetem, vagy becsmélem, hanem nem feledkezem el rólam. Erróluk. Szeretem azt. Ez az igazság. A te igazságod igazság örökké, a te törvényed igaz. Ugyanúgy, ahogy a másiák mondja, Jehukanon 17-17. Szented meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolatai gyönyörűségeim nékem. És ehhez képest hol van ez a személy, aki azt írja, hogy ez a hülyeség teteje. A te bizonyságaidnak igazsága örökké való, az ő törvénye örökké való. Sajnos ez van, tetszik vagy sem, akármit mond a pásztor, a gyülekezet, a felekezet, az egyház, teljesen mindegy. Az ő bizonysága, az ő törvénye igaz, és örökké az is marad. Oktass, hogy éljek, hiszen ez az élet. Aki ezek szerint él, az az, aki élni fog, aki pedig nem, az sajnos nem. De folytassuk tovább. Nem kell mindenkinek zsidóvá válnia ahhoz, hogy elfogadható legyen Jah előtt. Ez, ahogy már korábban is írtam, a zsidóvonal erőltetése. Szóval a probléma az, hogy... És én értem azt, hogy a berögződések, amik az ember fejében vannak, a korábban tanult dolgok, ezek a sztereotípiák, az ismeretek, amikre alapozza az ember a felvetéseit, egyrészt meghatározzák azt, hogy mi az, amit az ember képes megérteni az új információkba. Úgyhogy nem is azt mondom, hogy ez a tudatlanság. Bár igazán utána kellene néznie mindenkinek, hogy a szavak, amiket használ, azoknak valójában mi a jelentése, és mi az, amiről ő beszél. De erről már volt szó, ezért mindenki csak a Yahuwah népe videó lejátszási listához szeretnék irányítani, akit érdekel, nézegesse végig ezeket, és biztos vagyok benne, hogy jobban meg fogja érteni azt, hogy mi az, amiről beszél, amikor zsidózik, meg ezeket a dolgokat beszéli, amiknek igazából nincsen értelme ebben a kontextusban, vagy szövegkörnyezetben. Definiálnunk kell, hogy mi az, hogy zsidó, mi az, amit ő ez alatt ért. Mindenki csak magyarázza ezt, hogy ez egy zsidó dolog, stb. Igazából a legtöbb embernek fogalma sincs róla, hogy mi az, amit mond, és nem is tudja, hogy mit jelent ez a kifejezés. Az, aki szeretné járni az utat, azt az utat a Tora jelöli ki. Zsidó ide, zsidó oda. Tehelim 119 meghatározza az utat, melyet járnunk kell. Az igazság útját választottam, a te ítéleteid forognak előttem, ragaszkodom a te bizonyságaidhoz, a te parancsolataidnak útján járok. Taníts meg, Yahuwah, a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. Oktass, hogy megőrizzem a te törvényed, és megtartsam azt teljes szívemből. Ez a legnagyszerűbb összefoglalás annak az útnak, amit nekünk járnunk kell. Zsidó ide, zsidó oda, teljesen mindegy. Ez az út hozzá. Úgyhogy nem tudom, hogy mit ért ez az író az alatt, hogy zsidóvá válni, vagy a zsidó vonal. Ezt én nem értem, szerintem ő sem. A lényeg az, hogy mi az az út, amit nekünk járnunk kell. Ezt pedig egyértelműen kijelöli az írás. Még annyit erről a zsidó dologról, meg hogy ez az ostobaság teteje, hogy Vaikra 3 Mózes 26, 14, 16 így szól. Ha pedig nem hallgattok rám, és mind e parancsolatokat meg nem cselekszitek. Milyen parancsolatokat? Többek közt a rojtok és bojtok a ruhán. Erről beszél. És megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet meg utálja a ti lelketek, hogy nem
cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet. Az ő szövetsége az ő parancsolatai. Én sajnálom azt, hogy ez nem világos a legtöbb ember számára. A legtöbb ember azt gondolja, hogy ez az egész csak az a légből kapott érzés, amit érez belül az a melegség, amikor arra gondol, hogy ő mennyire szereti az Urat, meg Jézust, meg mit tudom én mit. Az a szövetség. A szövetség az ő torája, az ő szava, az ő instrukciói a szövetség. Aki megveti, aki megutálja ezt, és nem cselekszi minden ő parancsolatát, az felbontja a szövetség. Ez nem az én gondolatom, ez nem a zsidók gondolata. Ez az, amit Jahua mond, tanácsol számunkra. Bizony azt cselekszem én veletek, hogy rettenetességet bocsátok rátok, száraz betegséget, forró lánzt, amelyet szemeket égetnek, lelket epesztenek, és a ti magatokat hiába vetitek el, mert ellenségeitek emésztik meg azt. Ez egy örök szövetség mindenkivel, aki része akar lenni, arra ezt megkötötte, és arra vonatkoznak a szövetség feltételei. Villámgyorsan megmutatom, hogy ezt mindenkivel kötötte, nem csak a zsidóval, mindenkivel, aki részt akart ebben venni. Ez Debarim 29.10.15, ti napon mindnyájan Jahua előtt, a ti hatalmasságotok előtt álltok, a ti főembereitek, törzseitek, véneitek, tisztartóitok, Izraelnek minden férfia. Azaz Izrael, nem a zsidók, Izrael. Aki nem tudja ezt megérteni, hogy a zsidó az a Yahudim, a Yahuda törzséből származó embereket jelenti, azaz a déli királyságot. Két része szakadt Izrael háza, a déli királyság Izrael házának az Yahuda volt, Lévi, vagyis a léviták, illetve valamennyi Benjamin volt. A másik 10 alkotta az északi királyságot. A déli királyságban Yahuda, az később ugye az évszázadok során zsidóvá vált. Zsidó nem az egész népet jelenti. Ábrahám nem volt zsidó, Izrael nem volt zsidó. Yahuda lett zsidó. Remélem, hogy ez érthető mindenki. Ha nem érthető, akkor annak le kell ülni és gondolkozni és imádkozni, hogy meg tudja ezt érteni és fel tudja fogni, hogy amit ő zsidónak mond vagy gondol, annak semmi köze nincsen Mózeshez, az egy év ezredekkel később kialakult fogalom. A ti kicsinyeitek, feleségeitek és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid, vízmerítőid is, mindenki, nem a zsidó, nem Izrael, mindenki ott volt, hogy szövetségre lépj Jahuával, a te hatalmasságoddal, és pedig az ő esküjével, melyet ma köt veled Jahua, a te hatalmasságod, mindenki ott volt, nem a zsidó, nem Izrael, nem Mózes, mindenki, a jövevény, a favágó, a vízmerítő, aki szövetségre akart lépni, az ott volt, hogy az ő népévé emeljen ma téged. Mindenki az ő népe, aki benne akar lenni a szövetségbe. Ő pedig legyen néked hatalmasságot, amiképpen szólott néked, és amiképpen megesküdtette atyáinak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak. Ezek közül egyik sem volt zsidó. Zsidó néhány évezeddel később alakult ki. És nem csak ti veletek kötöm én e szövetséges és esküvéses kötést. Hogy írja le egyértelműbben, hogy nem csak Izrael népével köti, hanem azzal, aki itt van velünk. Itt áll e mai napon Jahua előtt. Érthető, amit mondok? A szövetség nem Izrael népével volt csak. Mindenkivel, aki ott volt. Ezért írta le, hogy a jövevényed és a favágód, a vízmerítőd, mindenki, akinek volt szabad 5 perce, hogy ott megjelenjen, azzal minden megkötötte a szövetséget. Nem csak azokkal, azzal is, aki nincsen e mai napon itt velünk. Mindenki, aki később hozzá akar csatlakozni a szövetséghez, azzal megkötötte a szövetséget. Remélem, hogy ezt fel lehet fogni most már. Mi volt ez a szövetség? Elmagyarázta. Az ő parancsolatai, instrukciói, torája az ő szövetség. Melyik szövetség? Amiről az előbb olvastunk, ha megvetitek rendeléseit, és az én végzéseimet megutálja a lelketek, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem mit csináltok? Felbontjátok az én szövetségemet. Hogy írja le egyértelműbben, hogy az ő instrukciói az ő szövetsége? Az,
Aki erre azt mondja, hogy hülyeség teteje, hogy ez a zsidóvá válás, vagy ez értelmetlen ostobaság, vagy bármi ehhez hasonló, annak el kell gondolkoznia azon, hogy vajon jó úton jár, vagy jó ruák az, ami irányítja őt, vagy a gondolkodás módja megfelelő-e ahhoz, hogy eljusson oda, ahova szeretne. Még egyszer. Malakiás 3:6 leírja, hogy én Jahua nem változom meg. Nem változik meg. Ő nem fogja meggondolni magát, nem a törvény nem rossz, nem lehetetlen, nem nehéz, nem rabság, nem álltok. A szíve az embernek az, ami gonosz. A gyermekkorától fogva. Az, ami ellenkezik ezekkel. Aki ellenkezik ezekkel, azok meg kell vizsgálnia magát, hogy jó úton jár-e. Ámos, második fejezet 4-5 így szól. Így szól Jahua. Nem Mózes, nem a zsidók, nem Izrael. Így szól Jahua. Három bűne miatt Jahudának, sőt négy miatt nem fordítom el. Mert megvetették Jahuának törvényét. Ez az első bűne. Ez a legfontosabb. Aki megveti a törvényt, az nincs benne a szövetségbe. És nem tartották meg rendeléseit. Eltéveítették őket az ő hazugságaik, melyeket az ő atyáik követtek. Így folytatódik ez a levél. A zsidóknak nagyon sokszor megbocsátott Elohim, sokszor kérlelte őket, könyörgött, hogy térjenek meg vissza hozzá értelmetlen ostobaságaiból. Az értelmetlen ostobaság ez a fajta hozzáállás, ami ebben a levélben tükröződik. Az, amit ma vallásnak hívunk. Teljesen mindegy, hogy melyik, az értelmetlen ostobaság. Erről beszél itt. Eltéveítették őket, hazugságait, melyeket az ő atyáik követtek. Akkor az nem lehetett Jahuának törvénye, vagy az ő rendelései, ha ettől eltéveítették a hazugságok, akkor az ő törvénye nem lehetett az, amiről beszél. A probléma pont az volt, hogy nem követték az ő törvényét, hanem eltértek más rendelésekre, mint a karácsony, mint az, hogy a neve nem fontos, hogy már vasárnap van, már mindegy melyik nap, hogy akármi tehetünk, hogy nem számít semmi, csak a szívemben van a szeretet. Ez az értelmetlen ostobaság, ez a hazugság, mely eltéveíti az embereket. Honnan? Az ő törvényétől és az ő rendeléseitől. Értelmetlen ostobaság az, amit ma a világ követ, amit sajnos a legtöbben nem tudnak elhagyni. Egyrészt, mert ugye betanulták azt a helytelen hozzáállást, amit a vallások és az egyház képvisel. Másrészt pedig az ember nehezen válik meg attól, amihez hozzászokott. Jesaja 29:10-13 így szól, mert rátok önté Jahua a mély álomlak lelkét, bezárt a szemeiteket, a profétákat, a fejeiteket, a nézőket befedezte. És lesz minden látás néktek, mint egy bepecsételtetett írás beszédei, melyet odaadnak egy írás tudónak mondván, olvast kérlek, és ő szól, nem tudom, mert bepecsételtetett. Ez történik ma az embereken, nem tudják megérteni. És ez Jahuától jön. Azért, mert úgy ítélte meg a világot, hogy az gonosz, aki nem érti, annak hozzá kell elsősorban fordulnia, hogy meg akarja érteni. Nem az a megoldás, hogy azt szajkozzuk, amit a világ, vagy a saját fejünk után megyünk, hanem megkérjük őt, hogy értesse meg velünk, és amit megértett velünk, azt mi elfogadjuk, és szeretjük, és cselekesszük. Ez az út. Az, hogy ki mit gondol, ki mit érez, annak nincsen semmiféle jelentősége, és azt kell, hogy mondjam, hogy az a legkevésbé sem számít. És ha elevelet annak adják, aki nem tud írás mondván, olvasd el, kérlek, ő így szól, nem tudok írást. Senki nem érti. Se az írástudó, a teológus, aki megtanulta a logikát, meg a filozófiát, és úgy próbálja az embereket megtéríteni, se az, akinek fogalma sincs, mint ahogy az ábra azt mutatja. Senki nem érti. És így szólja, hogy amivel enép szája a közelget, és csak ajkaival tisztel engem, ugye úgy, ahogy itt. Ő neki ez a mindene, ő imádja Jahuát, Jézust, mindenkit, de az ő rendelése az hülyeség, az értelmetlen ostobaság. Erről beszél, szája a közelget, ajkaival tisztel, szíve pedig távol van tőle. Mi kellene, hogy a szívében legyen az ő parancsolatai? Úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Erről beszél, amikor a betanított emberi parancsolat nem az ő torája, az ő instrukciói, hanem minden más, mint ez, hogy az már nem számít, az értelmetlen ostobaság, ez a betanított emberi parancsolat. Úgyhogy ilyen szempontból
van értelme annak, amit itt írt, de nem úgy, ahogy ő gondolja, hogy az az értelmetlen parancsolat, hogy rojt meg bojt van az ember ruháján, ezt ő találta ki, ez számára kedves, azért találta ki, hogy nekünk egyszerűbb legyen. A mi feladatunk nem az, hogy véleményt alkossunk erről, a mi feladatunk az, hogy ezt elfogadjuk, a szívünkbe zárjuk, és a ruhalkodás segítségével ezt megcselekedjük. Akinek ez nem tetszik, az járhat egy másik úton, az csak nem az ő útja lesz. Oké, nézzük tovább. Tudta, hogy a zsidók, konok és nyakas nép mégis azt írta, hogy azért választottalak, mert szeretelek. A szívem fájdul meg, mikor ezt olvasom Ézsaiásnál. A szívednek nem akkor kellene megfájdulni, amikor ezt olvasom, hanem akkor, amikor ilyen dolgokat ír a törvényről. Ugyanez volt az ő problémájuk, hogy így gondolkodtak a törvényről, hogy megvetették azt, hogy azt gondolták, hogy annak nincs értelme, hogy az nehéz, hogy azt nem lehet megtartani, hogy az értelmetlen ostobaság. Ez volt az ő problémájuk, ez a problémánk ma is. Mindig is ez lesz. Az, hogy az ember megy a saját feje után. A konok nyakas nép az mindenkire vonatkozik, aki így gondolkodik, nem csak azokra, akik akkor voltak. Az, hogy az ember mit érez a szívében, meg hogy mik az érzelmei, az egy másodlagos dolog. Az elsődleges az, mi az, amit Jahova mondott, hogy lehet a szövetségbe bekerülni, hadd csináljam azt. Oké, ezért mondom azt, amik most jönnek, azok még borzasztóbbak, de ezért mondom azt, hogy az érzelmeire hallgat az ember, az, hogy mit érez, mit gondol, mit sejt, mi az, ami szerinte van, annak semmi jelentősége nincs. Az a lényeg, ami le van írva a könyvben. Már rég túl vagyunk a rojtokon és bojtokon. Lehet, hogy ő túl van rajta, meg vagy ők. A kérdés az, hogy maga, ja, hol túl van-e rajta? Sok törvényt, ami az Ószövetségben volt leírva, megváltoztatott, ja és Jézus. Malakiás 3.6, mert én, Jahuan, meg nem változom. Ti pedig Jákobna fiai nem emésztettek meg. Ő nem változik meg, az ő törvénye nem változik meg, ez így van. Nézzük, mit mond erről Jézus. Mati, Jahu 5.17.19. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy profétának eltörlésére. Nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt. 1. Nem jöttem, hogy eltöröljem. 2. Hanem inkább, hogy betöltsem. Mi az, hogy betöltsem? Az, hogy úgy éljek, ahogy kell, hogy megmutassam nektek, mert nem értitek meg, hogy hogy kell. A betöltsem azt jelenti, hogy beteljesíti, hogy ő azt a funkciót betölti, hogy teljes mértékben kiteljesíti, hogy megmutatja nekünk, nem azt jelenti, hogy eltörli. Hogy törölhetné el, ha egyszer azt mondja, hogy nem azért jött, nem azért jött, és akkor mégis azért jött. Mert bizony mondom nétek, míg ég és föld elmúlik, míg ég és föld van, törvényből egy jóta egyetlen pontocska el nem múlik, míg mind be nem teljesedik. Akkor miről beszél itt, hogy megváltoztatott? Ja, dönts el mindenki, hogy ki az, akinek hisz. Nekem teljesen mindegy, hogy ki miben hisz. Én azt szeretném, ha mindenki megérteni, hogy ez egy nagyszerű dolog, ha az ember érti az írást, a Torát, azt szerint él, és az élete megváltozik. Ha nem így él, akkor nem változik meg az élete ilyen irányban. Az a lényeg, ő azt mondja, hogy megváltoztatod. Itt meg azt mondja mindenki, hogy ő nem változik meg. El kell döntenünk, hogy az írásnak hiszünk, a pásztornak, a felekezetnek, az ismerőseinknek, az egyháznak, vagy a pápának, vagy kinek. A legegyszerűbb az, én ezt javaslom mindenkinek, hogy tartsa azt észben, hogy valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, az a mennyeknek országában a legkisebb részen, ha valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy részen. Ez maga Jahusá Hamásiák szava. Ezt nem én találtam ki, ezt nem így értelmezzük, vagy úgy értelmezzük, ez leírja egyértelműen. Az, hogy kinek mi van a szívében, és mi az, amit csinálni akar, az egy másik történet. Ő azt mondja, hogy megváltoztatott, sok törvényt megváltoztatott. Mutasson valaki egy példát arra, amit megváltoztatott. Meg fogjuk nézni, amiket ő felhoz. Küldje el nekem az, aki azt mondja, hogy megváltozott bármilyen törvény, a példát arra, hogy megváltozott a verset, a könyvet, a fejezetet, ahol leírja, hogy ezt megváltozhatom erre. Bamidbar 4 Mózes 15.15. Ó, község, néktek és a lakozó jövevénynek egy rendtartásotok legyen. Örökkévaló törvény legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy Jahova előtt olyan legyen a jövevény, mint ti. Nincs kétféle, vagy ez zsidó, ez meg izé, az ott nyugodtan cuppogtatja a körömpörköltet, a másik meg ott próbálkozik megérteni, hogy miről van szó, de mind a kettő egy helyre megy, meg mi a mennybe leszünk, míg ők itt ezt csinálják, meg amazt. Azt mondja, hogy örökkévaló törvény a nemzetségeiteknél. Nem azt mondja, hogy örök, hogy majd eljön egy nap, amikor megváltozik a ti nemzetségeiteknél. A nemzetség azt jelenti folyamatosan, amíg az él az a nemzet, addig ez a törvény. Egy a jövevénynek, és egy
az izraelitán, akkor mi értelme van annak, hogy nem kell zsidóvá válni ahhoz, hogy elfogadható legyen? Ez a zsidó vonal erőltetése. Mikor most írja azt, hogy annak kell lenni. Arról beszél, hogy egy törvény kell, hogy legyen. Már itt is volt jövevény, ugyanúgy itt is volt nemzet, mint ahogy később lett nemzet. Mindig is volt. A lényeg ugyanaz volt mindig. Megmutatta Izraelnek a törvényt, a többi meg ha csatlakozni akart hozzá, akkor úgy élt. Ha nem úgy élt, akkor nem volt benne a szövetségbe. Pont. Debarim 29-29. A titkok Jahuáé, a mi hatalmasságunké, a kinyilatkoztatott dolgok, mik azok? A törvény. Pedig a miénk és a mi fiainké mindörökké, hogy a törvénynek minden igényét beteljesítsük. Ez örökké így lesz, tetszik vagy sem, az ember bárkinek az idézeteit hozhatja egész nap reggeltől estig. Azt mondja, hogy ez örök, a törvény minden igényét be kell teljesíteni. És nem csak nekik, hanem a jövevénynek is mindenkinek. Megnéztük 5 Mózes 29-et is, hogy megmondta, hogy mindenki, aki ott volt. Zsoltárok, Tehelim 119-142. Te igazságod örökké, igazság a te törvényed igaz. Örökké így van, ez nem változik meg, nem cseréli le a dolgokat, nem változtatja meg, nem törli el. Ez örökké így van. Örök időre állította fel őket, törvényt szabott és nem tér el attól. Mi folyamatosan arról beszél. Ézsaiás, a Jesiahu 24-5, a föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, ezért fertőztetett meg, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. A törvény, a rendelés, az örök szövetség, aki nem úgy él, az nincs benne a szövetségben. Nem Jézus a szövetség, Jézus maga a megtestesült szó. A szó az örök szövetség. Ez az, amit nem kellene az embernek megszegnie. Lukács 10, 25-26. E-mail törvénytudó fel kell a kísértvényet mondani. Adonai, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Mi az, amit tennem kell, hogy örök éljek? Ő pedig mondja, a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Csináld azt, ami ott meg van írva, és az lesz. Azt pedig felevén mondta, szeresd Jahuát a te hatalmasságot teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes elmédből, és a te felebarátodat, mint magadat. Mondta pedig annak, jól feleltél, azt cselekedd és élsz. Ennyit kell tenned. Hogyan szereted? 5 Mózes 6:4-6. Ugyanez, kövesd a parancsolatokat. Vaikra 3 Mózes 19:18. Szeresd felebarátodat, mint te magadat. Mindig is ez volt a szövetség. Aki úgy él, aki azt cselekszi, az szereti, a többi az mondogatja. Még hagyd térjek vissza Jesiahu 24:4-6-ra. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. Ez az, amit most látunk. Miért? A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, rendelést, megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért történik mindaz, ami ma történik. Nem azért, mert nem mondogatják az emberek eléggé, hogy mindenkit szeretnek, vagy hogy szeretik a teremtőt. Mert mondogatják reggeltől estig mindenhol. A probléma az, hogy nem úgy élek, hogy megszegik a törvényeket, amely nem változik meg, amely örök, ami mindenkire vonatkozik, aki része akar lenni a szövetségnek. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak rajta lakók. Ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Miért? Nem azért, mert nem mondogatják eléggé, abból nincs hiány. Azért, mert áthágták a törvényeket, a rendeléseket, az örök szövetséget. Ez a probléma. Most ezt befejezzük, egy következő részben meg fogjuk nézni azokat a példákat, melyeket ő felhozott. Még annyit hozzátennék, hogy én nem haragszom ezekre az emberekre, én nem utálom őket, én nem vagyok mérges vagy ideges rájuk. Én azt szeretném, ha mindenki megértené, hogy a Tora instrukciói az egy szövetségnek, egy szerződésnek a szövege. Ugyanúgy, ahogy bármikor máskor mással szerződést kötünk, annak megvan egy szövege. Azt elolvassuk, aláírjuk, és azzal szerződésre lépünk azzal az emberrel. Ugye itt a Földön. Mindaddig, amíg tiszteletben tartjuk azt a személyt, amíg szeretjük, amíg elfogadjuk, addig a szövetségnek a szövegéhez ragaszkodunk, hiszen szavunkat adtuk és elfogadtuk azt. Amint nem tartjuk be azt, teljesen mindegy, hogy mit mondunk, hogy mi tiszteljük, vagy szeretjük azt az embert, vagy mennyire imádjuk, vagy nekünk ő a mindenünk. Ha nem tartjuk be azt, akkor a cselekedetünk kezd eltérni attól, amit mondtunk, és így képmutatókká válunk.
egy másik fajta úton járunk, mint amihez ragaszkodtunk volna, ha valójában szeretnénk azt az embert, és tisztelnénk azt az embert. Ugyanez a szövetség, amit Jahuával kötöttünk, akkor annak idején azok, akik ott voltak. Az pedig az, hogy ez a szövetség feltétele, ő megmondta, hogy ő mit teljesít, mi megmondtuk, hogy mi mit vállalunk, és amíg a kettő harmóniában halad, addig, míg azt, addig mondogathatjuk reggeltől estig, hogy mi szeretjük, imádjuk, nekünk ő a mindenünk, mert ő letekint ránk, és látja, hogy mi úgy is élünk, amint eltérünk az úttól, és mondogatjuk tovább, letekint ránk, és elgondolkozik azon, hogy ez a nép a szájával közelget hozzám, de a szíve távol van tőlem. Ez az, amit meg kellene mindenkinek érteni. Ez nem változik meg, hiszen nem változhat meg. Ha megváltozik, az azt jelenteni, hogy ő megváltoztatja a szavát, ahogy akarja, megváltoztatja a szövetséget menet közben. Ő pedig nem ilyen. Ezt egyértelművé tette. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!